ez is azt bizonyítja, hogy ez a önkormányzati szövetség elég sokat ténykedik a önkormányzatok érdekében, és ráadásul az elkövetkező évben elég frekventált hely lesz Gödöllő, ugye, ahol a székhely van a önkormányzati szövetségnek, hiszen uniós soros elnökséget a Magyarország fogja betölteni, és ennek jelentős áramlása helyszíne lesz Gödöllő. Azon kívül a fejlett ázsiai országok szintén a elkövetkező évben itt fognak ülésezni, tanácskozni, de közelünkben ugye van Oroszország, aki szintén gazdaságilag és egyéb más tekintetben sem elhanyagolt. Ezek az országok szintén, Oroszország szintén itt lesz ebben a térségben. Az EU-val természetesen megvannak a kapcsolatok, a régi bizottságában szerepelnek. Úgyhogy én csak pozitívumokat tudok elmondani a szövetségről, illetve a nem mellékes a vezető, az elnök személye, akiről tényleg csak jókat tudok mondani emberileg is, és egyébként szakmailag is. 1990 óta polgármester, tehát a szakmát azért egész, az önkormányzatokat egész jól ismerő. Úgyhogy én csak pozitívan tudok ezzel kapcsolatosan nyilatkozni, és akkor megadom a lehetőséget a SMS testékkel. Támogatom ezt az előterjesztést. Egy rövid kérdés, polgármester, tudni, hogy hány tagja van ennek a MESZ-nek? Közel 400 tagja van, egytől nagyobb a település önkormányzatok országa szövetség, az nagyobb tagságot. Tehát nagyobb a tagunk száma, végülis, hogy így. Igen, ennek 1400-szal jól tudtuk. Így van, viszont én nem látom igazán, pont ennek az önkormányzati szövetségnek voltunk a tagja, és pont ezzel volt problémánk. Tehát nem feltétlenül látom, hogy sokkal jobb benne a képviselet, illetve más dolgok is, amik nekem van. Meg pláne, hogy önök valószínűleg kisebb lesz a lobby ereje, mert az most egy ellenzéki belépő társaságú képviselő a parlamentben, tehát... Ezt is mondhatjuk, bár nem ezt tartom elsődlegesnek, hiszen ezt nemrég volt a Magyar Önkormányzati Szövetségnél egy ilyen közgyűlés, ahol hát talán a szövetségek közül elsőként megtartották a tisztújítást. Az nyilván elég lényeges, hogy most éppen hogy aktuális költségvetés egyebekről lehet tárgyalni, és akkor van egy felhatalmazott ember, aki tud egyben tárgyalni, ez már náluk megtörtént, és ott elnök úr ezt hangsúlyozta, hogy pont nem egy ilyen oldalról szeretné, meg nem is ilyen oldalról közelítette meg a dolgokat, hogy most kormánypárti, nem kormánypárti ellenzék, vagy nem ellenzéki, hanem valóban érdekképviseletet szeretne nyújtani. Tehát nem csak ezt tartja fontosnak, tehát ebben a szövetségben is nem csak olyan települések vannak, akik most éppen aktuálisan a jelenlegi kormánypártokhoz közelebb állnak, nem csak kis települések, vagy községek vannak ebben, hanem városok vannak, sőt budapesti kerületek is szerepelnek benne, sőt megyei jó városok is vannak ebben a szövetségben, tehát hogy úgy mondjam, teljes palettát felemelje a szövetség tagsága, és ez is jó szempontból, illetve a községet is említettem, tehát külön szekció foglalkozik a község kérdésével. Ezt lehet, hogy máshol is így van, de tehát nem szeretném erre kiegyezni, hogy most... De azért nem baj, hogy egy lobby ennek szövetségnek. Nem baj, de nem szeretném erre kiegyezni ezt a dolgot. Tessék, felzolták egy kísérletet. Én is pont így gondolom, hogy mindenképpen kell egy ilyen szövetség, és ettől a szövetségtől lennének szerintem olyan elvárásaink mindannyiunknak, hogy pontosan egy olyan vidékfejlesztési koncepció dolgozzanak ki, ami nem csak a városokat fejleszti, hanem a vidéket is. Mert én úgy gondolom, hogy ha valaki bejön az országba, az nem csak Miskolcot, Budapestet, Debrecent fogja látni, hanem Hernád Németet és a többi kis települést is fogja látni. És ahhoz, hogy vonzóbbá tegyük nem csak a saját magunk kis települését, hanem magát az egész országot, és arra érdemes emberek költözzenek, telepedjenek itt le, ahhoz szükség van egy olyan érdekvédelmi képviselet egy szövetségre, amely tényleg az érdekeit tartja a településünknek, illetve a benne lévő tagoknak az érdekeit. Köszönöm szépen! Ha nem más hozzászólás, amennyiben nincs, akkor ezt a szavazásra bocsájtanám, aki egyetért azzal, hogy csatlakozunk az Magyar Önkormányzati Szövetségéhez, azt kérem, hogy készfeltartással vezetem. Köszönöm, ez egy hangot. Egy bátortalan kérdés, tartsunk egy rövid szünetet, vagy folytassuk az ülést. 4. napi rendi ponton vagyunk túl, 18:36, menjünk tovább. Akkor 5. napi rendi pont, lehet, hogy ezzel a két
kérdéssel talán tudunk azért haladni. Pénzügyi koncepció megtárgyalása, mindig el szoktam mondani, meg el szoktuk mondani, hogy ilyenkor még elég kevés információval rendelkezünk ahhoz, hogy mi megalapozott koncepciót tudjunk készíteni. A saját bevételünk nagyon kevés ahhoz, hogy mi igazán középtávosan igazán tudunk, tehát ehhez nincs meg a kellő hátterünk. Viszont ez egy törvény kötelezettség a képviselőtestetnek, hogy a koncepciót megtárgyalja, hogy ez elterjesztése kerüljön. Annyit talán lehet azért látni, hogy nem javulnak az önkormányzatok feltételei, legalábbis anyagi oldal tekintve, ami egyelőre hát mondjuk így tényként kezelhető, vagy legalábbis nem találjuk a nyomát, az például elég kellemetlen érintett bennünket, hogyha így marad. Az ugye az oktatási intézmény fenntartó társulásunkra kapott eddig normatívát, az egyelőre nem szerepel, nem látjuk sehol. Tehát, hogyha ez így lesz, akkor az ellenének esetében rögtön kb. 23-24 millió forint mínusz jelent, ami nem kevés, sőt, nagyon jelentős. Tehát körülbelül itt tenni kívül előterjesztőben. Képviselőtársam, tessék, itt rajzoltam képviselőtársam. Igen, amit polgármester úr is elmondott, amikor ezt az önkormányzat, a kicsinálás önkormányzatával létrehoztuk az oktatási társulást, pontosan akkor beszéltünk arról, hogy valóban, vagy valójában meddig engedheti a kormány ezt a társulási formának megfelelő támogatást. Hát sajnos nagyon rövid időn belül bekövetkezett ez, hogy a társulás az egy nagyon jó dolog, nagyon szép eredményeket lehet elérni, különösen akkor, hogyha egy olyan településhez társulunk, mint Hernád Németi, gondolom Újcsanálos így gondolkozott annak idején. Mi ezt tiszteletben is tartottuk, az intézményvezetők, az önkormányzat úgy segítették egymást, illetve úgy segítették a Újcsanálosi önkormányzatot, illetve a intézményrendszerüket, hogy ez gyakorlatilag ők is egy nagy profitáló település lett belőlünk, úgymond, és ez egy olyan jó kapcsolatot eredményezett, ami nem csak kimondott anyagi vonzatú volt ez a kapcsolat, hanem értékteremtő is lett belőle. Ez gyakorlatilag ez a fejlődés, igen, mondhatjuk azt is, hogy településeken átívelő lett Újcsanálos részére. Most mindenképpen szeretnénk ezt a támogatást, amit eddig is kaptunk, ezt a 23 millió forintot visszalátni majd valahol, vagy visszaköszönni majd megint csak a normatív támogatásaink között. Mindenképpen el kell akkor majd erről gondolkozni, hogy ez most pozitív vagy negatív diszkrimináció lesz az önkormányzatok tekintetében, de én úgy gondolom, hogy ezt a kormány nem fogja tudni magának megengedni, hogy egy ilyen tartalmas és jó előre vívő dolgot egyik pillanatra a másikra megszüntessen. Úgyhogy én mindenképpen pozitívan értékelném majd ezt, ha a kormány ezt így hozná újra napirendre, és a településeket ugyanúgy, mint ahogy az előbb is beszéltünk a szövetségről, hogy segíteni ezt minden társulási formában, mind egyéb módon. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. Még mielőtt megadnám a közgyűlési elnökének a szót, csak ne ragadjunk adni az Ekkimánál, de a Magyar Önkormányzatok Szövetségének ülésén ott voltam, közgyűlésen egyébként ott voltam, és ez konkrétan elhangzott, hogy ezt az önkormányzati szövetség ezt képviselje ezt az oldalt, hogy a társadalmi normatívát igen, lehetőleg próbálja meg ezt a kormányzó tárgyalásnál felszínen hozni és támogatni. Ezt tessék, a pénzügyi bizottság elnökének, Nagy Lászlónak megadnám a szót. Köszönöm szépen. A pénzügyi bizottság is megtárgyalta a 2011 évi költségvetési koncepciót, és valóban ilyenkor még a sarokszámok ismeretének hiányában konkrétumokról nem tudunk beszámolni, de az itt felállított prioritásokkal a pénzügyi bizottság maximálisan egyetért, úgy, mint a település helyi intézményeinek oktatási, egészségügyi, igazgatási, szociális ellátórendszer működtetésének a jó színvonalon történő működtetését továbbra is első helyen működtetjük. Az állami támogatások SZIA bevételen kívül igyekszünk pályázatok elnyerésével bővíteni bevételeinket, és a település üzemeltetési feladat is változatlanul, úgy mint közvilágítás, utak karbantartása, közterületek gondozása megkívánjuk oldani, illetve ugye a bevételi forrásoknál beszéltük meg a két fontos adónem, ami nekünk bevételt képez, a iparűzési adó és gépjárműadó,
Itt vannak kint lévőségeink, és tisztelettel fölkérném a jegyzőasszonyt, hogy amellett tudjuk, hogy eddig is történtek erőfeszítések ezeknek a kint lévőségeknek a realizálására, hogy a következő testületülésre legyen kedves nekünk képet adni, hogy milyen konkrét intézkedések történtek arra nézve, hogy tehát gondolunk olyanra, hogy pénzügyi ütemezési tervnek az elkészítése iparőzési adó területén. Gépjármű a megbeszélésünk alapján az ugye történnek akár még forgalomból kivonás, vagy más egyéb hathatós beavatkozások segítségével, hogy az önkormányzat jogos kínlévőségéhez jusson. Amit is nagyon fontos ez, hogy az adózási morál javítása szempontjából én úgy gondolom, hogy mindenkinek meg kell fizetni az adót, akkor arra törekedjünk, hogy a kínlévőségek is mielőbb realizálásra kerüljenek. Ezt én is fájlalmunk, Kiptály Zoltán képviselőtársam elmondott, ezt itt meg is jegyeztem magamnak, hogy a 2011. szeptemberétől, ha ezt nem tudnánk hozzájutni, ez a oktatási társulás. Egyfelől a pénzt is nyilván érzékenyen érint bennünket, de magát a társulást is félteném, vagy fájlalnám, mert ezt amikor létrehoztuk, én szerintem nagyon helyesen döntöttünk, és ez nagyon jól működik mind a mai napig. Amiért tényleg mind a két községnek elismerés jár, mert Hernád Németi iskola vezetése, illetve a hivatal is maximálisan megtesz mindent, hogy ez az együttműködés tökéletesen működjön. A koncepció kapcsán azt hiszem ennyi lett volna, hogy a prioritásokat sorrendbe véve a testület állásfoglalása egyhangú, és ezt javasoljuk képviselőtestület. Köszönöm szépen, még minden akkor jó van, és egy pillanat a társuláshoz, ahhoz a témakörhöz visszatérve valóban jól működik, így van, ahogy mondod, mind a két település profitált ebből, szakmailag is egyébként, tehát nem csak az anyagi oldalát tartom fontosnak, hanem a szakmai oldalát is. Tehát a mi intézményvezetőink, dolgozóink, szakembereink is nagyon sokat segítettek, hogy a társadalépésen úgy sajnosan is a doktori színvonal az egy jó színvonalat el tudjon élni, és ebben nagyon komoly munka van, és ennek meg is van az eredménye, nem csak a munka van, betöltetett munka van, ennek meg van az eredménye, tehát mind a két település sokat profitált benne. Annyit kell még tudni azért, hogy a támokos beruházások kapcsán, pályázatok kapcsán többek között azt is kellett vállalnunk, hogy 5 évig fenntartjuk a társulást. Tehát most egyelőre nem kisebbéképpen abban gondolok, hogy ezt a társulást megszüntetjük, hogy egyik napon nem is tudjuk az előbb említett okok miatt sem, meg amúgy is lehet, hogy tudunk azért ebből még mást is kihozni. Esetleg elképzelhető az, hogy még pont azért, mert társulásunk van, azért még lehet, hogy 20 pályázati lehetőségünk is lesz. Tehát van egy ilyen információnk, lehet, hogy ez be is fog jönni, és akkor már tulajdonképpen, hogyha egy 20 pályázati forráshoz hozzájutunk, lehet, hogy önmagában ez is már indokolja a fenntartását, de még egyszer mondom, 5 évig fenn is kell tartani. Jó, akkor én Képviselőtársam mondta, hogy iparőzési adók és gépjárműből sok a kint lévőségünk. Tudható ez, hogy mennyi összegszerű ez? Pontosan napra nem. Nem napra készen. 1 millió 30 millió. 24. Külön-külön vagy együtt a kettő? 24 millió. 24 millió kint lévőség. Annyit kell még volna tudni, hogy az adóhatóság jegyző az, hogy vezetésre mindent elkövetnek arra, annak érdekében, hogy valóban ezek az adók befolyanak, tehát minden törvényes eszközt igénybe veszünk. Hát vannak olybeti dolgok, amikkel nem lehet így kezdeni, de minden törvényes eszköz az igénybe van véve is. Ennek van is eredménye, még annak ellenére is, hogyha még valóban jelentős külföldi van.